Zöld-fehér rangadó következik. Pakson nyugodtan mondhatjuk, hogy a forduló rangadója, a 8. forduló záró mérkőzése is egyben. És így most létszámfölényes helyzet a Ferencváros szempontjából. Tokmák, Uzuni, az gólhelyzet, Uzuni fölé megy. Balog, ott a csúsztatás és gól! Nem, nincs bent, csak most! Ugyanis nem adják meg a gólt. Itt nézzük majd még egyszer. Aha! A visszapasszolt labdánál le sem volt Balog. Ádám csúsztat. Böde. Böde még mindig! És mellé megy! És remek labdát ad Uzuninak. Uzuni megcsinálja a cselt. Aztán még egyet Uzuni! De gyönyörű volt! Egy csúsztatás is mellé megy. Uzuni. Kezezést reklamál ő is, viszont nem a kezezést, hanem szélpál szabálytalanságát vizsgálják. Most lehet először ezt látni. 11-eshez jut a Ferencváros. Most ad jelt a játékvezető Ryan Mayé. Gól! 1-0-ra vezet a Ferencváros. Jó a Csellájdunival szemben. Pap külsővel tovább. Bognár. Bognár mellé megy. Tokmák. Finom mozdulattal. Ez is szép. Zakariasen már az ötös sarkán. Mekkorát védett Nagy Gergely. És hát közben figyeljük a Ferencváros újabb támadását. Tokmák készíti le. Eladott labda közben. 1-0-ra az FTC vezet. Az első félidő hajrájában szerzett büntetővel. Az nagy helyzet még, és bemegy! Kinyik, kiegyenlít! Eljut, oda pattog hozzá a labda, egyből lő, Dibusz még beleér, de róla meg fölpattan, és ez pedig megoldhatatlan feladat a védőknek, így. Közben Ryan Mayé, akkor pedig megelőzi a Ferencvárost, és feljön a második helyre. Ryan Mayé, gyönyörű a csel. Mayé, nagy gól! És a 6. NB1-es meccse a mai, és 6 gólos már a képen látható csatár. Rálép egy pillanatra, nem tudta hol a labda, aztán megint megszerezte. És szabadrúgáshoz jut az FTC, de megkapja így a sárga lapot, és jön a piros, szinte a 16-os vonaláról a szabadrúgás. Lajduni, 3-1! Nagy lövése, Dibusz! Zakariasen közben. Zakariasen, ez nagy helyzet, hosszan szökteti magát, jön a kapus, még mindig ott van, Uzuni fölé megy az FTC-nek. Majd aztán a mérkőzés 63. percében közben Nagy Richard, Bognár, Bognár! Hűha, ez nagy hiba, Bognár újabb helyzetben, Bognár Dibusz bravúrja! Böde, nagy helyzetben, gyönyörű a csel, nagy, és ezt is ki tudja hagyni a Paks!